értem! Jó van már, ebbe az egy játék, hogy egész este nem aludtam, súlyban voltam. Aj, ez nem is kell aludni. Ehhez nem is kell aludni. Ehhez nem is kell aludni. Leértem is ki. Jó, van, ez is csak a Roblox. Robloxban megy, látszik csak. Gyere, bármi más, bármi nem más. Nem fog bármi más, te mondtad, hogy Robloxozzunk, hát elvertelek. Én mondtam, hogy Robloxozzunk. Te vagy itt a nagy kid. Ez van, elvertelek. Nyertem és kész. Ennyi. Ezt megjegyeztem. Holnap ne lepődj meg, hogyha valami után lesz hivatás fog válni, mert ez most kiütött a biztosítékot. Hát azért, mert béna vagy az. Én azért, mert béna vagyok, Lau, te ezen csüngesz egész napot rá, vagy hát, nem egész nap, nem egész nap. Iszattál, amikor játszottunk. Hát miért te nem? Hát innen. Jó. Nyertem is kész. Ó, ezt megjegyeztem. Készülj föl. Felkészültem. Ez a gyerek, hogy állnak ebbe a tökön 3 évesek való Robloxba, érted? Ki égek, érted? Mindegy. Amúgy is ki van nyilva a csipája, a sikerén még minden embernek kell, mindenkinek szüksége van rá, de mindegy. Mert hogyha holnap hazér a suliból, én olyan kihívást fogok nekik összeállítani, hogy azt sem fogja tudni, hol van bejön, egyből bele lesz avatva, nem lesz más választása, bele lesz véve, nem tud visszafordulni, el lesz rakva. Nyilván kell a tudás is, a szerencse is abban a játékban, amit ki fog találni, de ez hát. Ez ilyen nem lesz. Real life, nem az ilyen Fortnite, Roblox, vagy ilyenek, ez kit érdekel? Mindenki tud menősködni, na majd ott élőben meglátjuk, mit tud a kisgyerek. Na és elérkeztünk a következő naphoz. Előkészítettem mindent a kihívásokhoz, már csak azt kell várni, hogy Lau hazaérje, mivel elment az egyik barátnőjéhez, és most ott van egy kicsit, én előbb hazaértem, szóval volt időm itt mindent előkészíteni, de nem mindegy is. Megmutatom, hogy mik lesznek a feladatok. Első feladat. Itt vannak ezek a Haribo-s, hát most mit tudom én, milyen ez a marshmallow, tudjátok, ez a pillecukor. Igazából egy tök egyszerű a feladat, az a lényeg, hogy ezekből ki tud többet bevenni a szájába. Egyértelmű, aki többet tud, az a pont. Második feladat. Látjátok, van nekünk egy ilyen ice tank, van nekünk egy kólánk, és van nekünk itt 2 citromunk, meg sunk. Ebbe lesz, mit tudom én most, a kóla, ebbe lesz az ice tea, összekeveri nekem majd anya vagy bárki, teljesen mindegy, csak hogy én se tudjam, hogy fel legyen nyilván, és a középsőben például lesz a citromos víz. És aki nem tud semmelyikből se 3 kortyot legalább meginni, az veszíti a pontot. A harmadik feladat pedig kis nehezítésekkel meg ilyesmi, hát ez nyilván, hogyha már én vagyok a kitaláló, egy pontom fixen legyen. Itt a ház körül rollerrel, gumicsizmába és egyéb hülyeségekkel körözni kell, versenyezni, hát aki nyer, az a végleges pont. És amit még itt nem láttatok az asztalon, az az lesz, hogy beleteszek egy kis tányérkába 3 cetlit, összekeverjük, és kérdések lesznek a cetlin. Aki nem tudja a kérdésekre a választ, annak pont levonásá, hogy ne csak itt fizikai, hanem egy kis elméleti feladatok is legyenek. Bóti-bóti barátunk is itt horkol, én bontom ki, mindennel kész vagyok, már csak ezek vannak. Szerintem ebből elég lett volna egyet is venni, de mindegy. Viszont szerintem én ebből egy 30-25 darabot biztos, hogy be fogok tudni venni a számba. De nem rosszból mondom, de egy pontot már nekem is számolhatok. Közben valaki megérkezett. Csak nem lillandolalula lesz az. Most kiderül. Milyen volt a barátnője? Jó volt. Jó volt? De hogyha megint gyorsinkon vagy? Hát, na, készültem neked egy kis kihívással. Menekülési lehetőség haza. Nincsen. Muszáj beleszállni. Hát itt a Robloxos kis játékod miatt azért nincsen. Jézusom, de nagyon komolyan vetted ezt. Tudod, én nem tudok. Nagyon szavar, hogy én nyertem. Hát igen, én nem tudok veszíteni ezt. Te is, hogy ezt mindenki tudja. Na, gyere. Látod?
fúró is kell valamit csinálni, vagy... Igen, azt már megoldottam, az csak kellék volt. Na, Lau, lesz egy feladatod neked is, az, hogy három kérdés összeírjál, így általánosságban a családról, a születési dátumokról, stb. Kutyák, mindegy. Jó. Bármi, ami eszedbe jut, de amit én is tudok, nem az, hogy mikor született a Kim Chum Chim Chamot izébe a világ másik oldalán, mert nem tudom, hogy ez mikor született, amit hány éves. Amit én is tudok olyat, én is összeírok hármat, és összemérjük az agyban lévő tudást is. Miközben felvázolom a feladatot, addig írjad a cetliket, és utána mindent megbeszélünk. Egy perc múlva itt találkozunk, jó? Jó. Itt vagyunk, megérkeztél. Itt a három kérdésem nekem. Hát mondjuk látszik a különbség szerintem a kettőnkinek szerint. Mindegy. Na nem viszont ez a lényeg, lenne tartalma. Egy kérdésem, hogy hát egy mondandó. Na mondja. Nem tudunk rollerezni, mert már besötétedett. És én sötétben nem fogok rollerezni, mert világosságban se tudok szóval. Mi ez a gond? Hát az, hogy sötét van. És én így nem van lámpa a rollerem. De attól még én így nem fogok sötétbe. Tudsz valamit mondani helyette meg kettő, hát, ez nem tudok, lesz elég, mert úgy tudok, lehet döntetlen is. Tudom jobbat mondani. Mondjad. De akkor bele kell menned, jó? Én talán leszek. Na. Just Dance szerint. Ketten lehet táncolni, és akkor eldöntjük, hogy ki a jobb. Ez most komoly? Ez most komoly. Just Dance! Hát ez egyértelmű, hát, akkor itt ez miért a rollerezés is egyértelmű? Mindeket meg kell itt nyernem, akkor úgy néz ki, szép volt. Viszont Lau, hogy legyen tiszta játék, te kiválaszthatod, hogy én melyik innivalóba fogok belekortyolni, jó? Jó. Szóval, hogy ne tudjam biztosra. Itt a feladat, visszaszállom a háromtól, te számot, hogy én mennyit veszek be a jó. Számba. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hét, na mi van, már most ennyi? 8, 9, 10, 11. Ugye kihányja az egészet amúgy. Ennyi, ez már. 12, 13. 7. A felekim van amúgy. 15. 15. Na, itt vagyok. Közben elmentem egyet, hánytam. Na, ja, minden oké. 15 fér bele a számba. 15 fér bele a számba. Na. A szép arány, de most kezdve le. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hozzáteszem a fogszabályzom is leszakadt közben. 10, 11. De mi? 12, 13, 14, 15. De már ráragasztod! Az már nem ért. Az nincs is benne a szádba itt. Csak rá volt ragasztva. És így. Na, én is kihánytam. Szerintem ilyet egy darabig nem fogok enni. Hát én mindegy. Sem. Mindegy, az a lényeg, 13-at tudtál, én meg 15-öt. Na és akkor a következő feladat a kérdések lesz. Lau, ez most egy neked inkább fekvő feladat. Hát a tanárok szerint agyban komolyan vagy, de én tudom, hogy nem. Mindegy, ez a lényeg. Aha. Itt lennek a kérdések, ez összesen 6 kérdés, én fölteszek neked 3-at, te is nekem 3-at, jó? Jó. De először most itt egyet, jó? Jó. Kezdette, lányok ki az elsőség, mondjad. Na, amúgy én ezeket írtam, hát na, ezt nem fogsz tudni. Szintenyieket írtam, de mondjad. Mikor nyertük meg a tánc VB-t? Tudnod kéne amúgy, ezt tudnod kéne. Pontos adat, dátum, minden kell. 2022. Igen? Nyáron azt tudom, július. Nem. Június. Nem. Augusztus. Nem tudja. Szeptember. Igen. 11-e. Nem. Hát ez már hányszor tippelte? Jó van, honnan tudja ki ilyet? 2022. szeptember 25. De én meg az a baj, hogy könnyieket írtam. Hát van. Ez. Sorolj fel. 3 Yoda becenevet. Poti poti. Mi van? Mi van? Nem mondjad. Na mondjad. Jodi Modi. Milyen Jodi Modi? Én szoktam mondani. Jodi Modi. Ott volt Pili 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 volt.
De hát ez van teljesen. De azt apa szokta mondani, ezt apa szokta mondani. Ott is ez már nem ér, ez apa szokta mondani. Szóval ez kettő, ez már kettő. Cápolodom, vagy megalodom, vagy mi az? Milyen megalodom? Van ez a... Cápa, Johnny! Az... Potás, potás, pitás, putás. Ez senki nem mondja, csak te. De ez apa is, én is mondja. És azé, amit mondtam. Tudod, amikor még nem is volt, akkor meg a Yoda, csak akartunk egy kutyát, én mondtam a fának, és találgattuk a nevét, és akkor mi lesz a neve? Hát mondtam, hogy Cápa, Johnny, és ezen röhögtünk egy csomó, érted? Szóval ez nem ért, Lau, és nem is te is elvesztetted. 2-1 az állás, Lau. Következő feladatot ismertetem, kiválasztottad teljesen mindegy melyiket, melyikbe szívjak bele, mivel így lesz tiszta a verseny, én csináltam ezeket, így mindenki tudja, hogy nem csaltam legalább. Valamelyikben van ájszra, valamelyikben van kóla, valamelyikben van egy citromos sós víz, amit igazából nem olyan akarok meginni. Lau, na. Válasz ki nekem, de lehetőleg valami jót, jó? Ebből. Abból így jár, mert a logikám szerint a citrom az sárga, és ez meg sárga, és akkor érted. Na. Szerintem. És 3 porcsot kell legalább inni. Ez az, nem? Ez az, ugye? Jó! Nyilván, Egy, hát, na. Annyira! Most már megihatom bármelyiket, nem? Megihatod, én is rányoszok valamit, jó? Megihatod, teljesen mindegy nyertél. Lau, 2-2 az állás. Ezúttal most én kezdek. Jó, mert te kezdesz. Utána jöhet az utolsó hívás. Nézzük, milyen típusú lesz apa új kocsia? BMW. Ez egy típus kell neked. Hát, BMW, honnan BMW, tudjam? Milyen BMW? BMW M. Tehát a Lacikának a BMW-je szomszédban 500 km-re, meg félig széttört motorral is. Hát BMW M, X, Y, nem tudom, honnan? Jó fele. BMW M Competition, és ezek közül még típus. Szóval hát, volt az M4, és ez most egy másik. M, nem tudom. Csak honnan, nem betű, tudom? Csak egy betű változik, Lau. M4, M5, M6, M7, nem tudom. Nem tudom. Hát akkor sajnos, Lau, hogyha nem tudod, ezt elvesztetted. Hát na jó, most én kérdezek. Sajnálom. Én kérdezem. Jó, van, mondjuk ez is meg az lesz, hogy Xing-Shang-Shung mikor halt meg? Nem. Mert a legnagyobb házán, no? Mikor született apa? 1975. január 3-a. Jó. Igaztam, hogy tudtam, hogy tudni fogod, ezt azért írtam rá. Legyen egy kis könnyűség benne. Egy kis könnyűség. Na jó van. Akkor emeljük a tétet. Most 3-2 az állás nekem, viszont még van 2 kérdés. Egy nekem, egy neked. Viszont emeljük a tétet. A Just Dance mostantól 2 pontot ér. 2 pontot fog érni, szóval van esélyed még legyőzni, 1 ponttal engem. Le is foglak, le is foglak. Készítsd, nehogy itt visszajön itt a régi táncos izém, aztán a bulikból itt kijön belőlem az állat, azt szétalázok mindenkit. Hát jó azért. Jó, szóval készítsd. Na, én kérdezek. Jó, te kérdezd, te kérdezd. Előbb én kérdeztem. Nem fogod tudni, az biztos. Kérdez. Mikor született Yoda? Yoda? Yoda. Tudom, hogy valami november. Igen, november. November mikor? 2015. november 10-én született Yoda. Honnan tudja, hogy mikor született a kutyám napról napra? Miért is a gyokit se tudod? Azt se tudom. Mindegy. Hát én szeregetem őket, nem nézegetem itt a adatbankot. Na viszont! Az én kérdésem jön. Mi a horoszkópja Norminak, és mikor született? Horoszkópod oroszlán, és 2008. augusztus 4. Hát ezt honnan? Ezt nyilván tudod. Vagy tudod? Hát honnan? Azt hittem, azért ennyire nem szeret. Azt rám nézjen szert. Nem kell, hát van. Na, most 4-3 van, és most én vezetek, szóval a Just Dance dönti el, hogy nyersz-e, vagy nem. Jó, ki vagy, na. Na, hogy nyertesnek, szóval nekem, igen. Nyilván én fogok nyerni, annak lesz egy éjszakája kitalálni, hogy mi legyen a vesztes feladata, jó? Oké, Lau, úgyis menjenem, szóval remélem álmatlan éjszakád lesz. Jó van, viszont akkor go fel az emeletre, azt ott minden eldől, jó? Hello. Na!
Fönn vagyunk az emeleten, itt a Just Dance, viszont ebben már te vagy itt a Robi, szóval ez az egy játékhoz még nem értek a Robloxon kívül, szóval vázolod föl, hogy mi lesz a lényeg. Hát na az lesz, hogy kiválasztunk neked egy fiúsabb táncot, meg nekem egy ilyen lányosabbat, milyen izé segítszáros táncot. Tudom, hogy nem tudnád, és én nyernék, és így több esélyem lenne, szóval. Okay. Pontok alapján fogjuk eldönteni, hogy ki fog nyerni. Meg kell fogni a telefont, és az érzékeli a mozgásunkat. Igen, és akkor csillagokat fogunk kapni. Ötig, és azokat pontokba alakítják, és akkor úgy meg tudjuk nézni, hogy hány pontunk van. Sakinek a végén több pont van, az nyer. Az nyer. Viszont villantól alula, nekem sajnos ezt holnap kell megcsinálnom, mivel nekem fél óra múlva kezdődik az edzésem, és még sehol sem tartok, amint látod. Fel kell öltözöm, alájátszom, ki is kell mennem oda. Holnap lejátszuk az utolsó párbajt, a mindent eldöntő párbajt lejátszuk. Na jó, valahol, hát akkor én hagylak gyakorolni. Készülj föl, mert így is én fogok nyerni. Hát, elmentem edzésre, jó? Na, puszki! Na, szia, Normi! Szia, és érkezik a két táncos, mert hogy meg fognak mérkőzni, kérem szépen. Hát de hallom, hogy most te tulajdonképpen mínuszba vagy. Tehát 5-4-re vezet a Laura, és most jön a táncos rész. Hát igen, plusz tegnap voltam edzésen, meg vagyok meredve, izomlázom, mint az állat. Meg vagy meredve? Egész edzésen futottunk. Tehát magyarán izomlázad van, ez annyira hiányzott, mint egy jó verés, gondolom. Na de, nem is az a lényeg, gondolkoztatok-e azon, hogy mi lesz a büntetése a Laurának, ha nehogy Isten olyan csúnyán elkalapálnád táncban? És hát természetesen Laurát is megkérdezem. Na, én nem úgy gondolkoztam. Igen? De nem mondok semmit. Egyelőre még semmi. Titok, jó? Aha. Még titok. Aha. Hú, én azért abból végig, ez elég magabiztosnak tűnt. Én gondolkoztam, de nem látok csak esélyt arra, hogy ezt megérdem. Te gondolkoztál, de minek? Jó? De úgy voltam, hogy minek. És mi van azért a bátyád? Mi van, hogyha nagyon csúnyán itten feladja a leckét és hoz egy 5 csillagot, meg mit tudom én, hát, valamit. Mi? Hát attól még nem lesz jobb táncos, mint én. Ja, nem? Ezt te se próbáltad, úgyhogy ez most neked is új lesz. Szép volt. És nézzük meg, hogy a Normika milyen helyzetbe hozta magát, mert hogy ahelyett, hogy csöndbe maradt volna és kikapott volna kényelmesen a Robloxba, erre mondják, aki másnak vermetás, maga esik bele. Szép volt. Vagy akasszák a hóért más szóval. Na jó van, kezdődjön a tánc! Thank you.
ilyen madár. Ez a madár. És kérem szépen, vége a táncnak, ahogy figyeltem, innen lentről leskelődtem, a táncos kikapott! De amúgy csak azért, mert nekem nehezebbet választottam, hogy amúgy ő nyerjen direkt. Aha, oly de jó tesó vagy! Amúgy tényleg, mert Norminak ennyit kellett csinálni. De mondjuk tényleg, azt néztem én is, hogy mondom, a Norminak nem egy bonyolult táncol. Ezt kellett csinálni. Azt nézem, mondom, ez mi? Ez mi volt? Figyelj, na most itt egy kérdés van, hogy? Most a kicsi mini Laukának, mert hogy így tulajdonképpen 6-5-re változott az eredmény, magyarán a Normi gyerek megnyerte, és mi a lánygyereknek a büntetése, kérem tisztelettel. Hát, most nem akarok azért neki ilyen durva feladatot adni, mivel... Nem durva feladatot adni, de azért... Hát adni feladatot az fogok, ez biztos. Hát ti lehet, hogy egy alomból származtok, hallod? Te se tudsz eszíteni meg, most kiderült, hogy a kicsi mini Lauci sem tud. Hát attól még jobb a mozgásom neki. Attól na, még jobb. Na jó, van, de attól még neked valamit most végre kell hajtanod. Érkezik is. Na, kacsi, vagy most mi lesz? Csúk, még tartsd egy kicsit a szemem, szerintem hát, nem fog ízleni jól. De hogy kajánom te. Ha.
Ugye tudod, hogy én nem fogom megenni. De, ezt muszáj megenned. Fúj, én no, kutyák eszik, nem tudjuk. Ez egy szárított csonga, egyed meg vele, egyed meg. Fúj! Harabd le ezt innen. Nem az. Fúj! Fúj! Milyen szárított csonka? Semmi hát köze nincs a sonkához. Nem sérve, hogy hogy nyerhette ezt, most neked kéne enni. Ne. Egyet szépen rák, hát rák, csák. Vedd be a szádba. Be van véve. Nem tudom, elhalakom. Nem tudom, elhalak meg. Hát rá, hogy le róla. De hogyha nagyon nézd, hogy kaphatsz még egyet, nézd. Van belőle. Tö. Hú, reggel már. Hogyha még azt a kis húst megeszed, akkor elfogadom. És hogy elfogadod, hogy akkor elfogadod tovább kis húst. Semmivel, hát azt meg kell lenni. Protein bomba. Itt igazi bombázó akarsz lenni, ilyet kell lenni. Izmosabb leszek, mint te. Azért szerintem ízlik neked, azért nem olyan dramatikus ez. Úristen. Olyan szag van itt, mint hogy csokinak lehellett meg. Ugye visszaukáldom ezt az egészet amúgy. Hát vissza is fogod. Na srácok, köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, hogyha tetszett. Nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Ebből a videóból az a tanulság, hogy ne legyit a kutyakaját, de azért próbálja. Miért nem finom? Hát azért próbáljátok ki. Itt van a snack neve, egyétek meg, nagyon finom. Én ajánlom nektek, nézzétek majd a tesőfőzőt. Hát olyan a száj lehellett, hogy randizni mentek, szerintem dobjatok be kettőjét előtte, mert akkor biztos mindenkit elcsábítotok. A másik tanulsága meg az ebből a videóból, hogy verd át a rendszert, állíts be mindent számodra lehető legkönnyebben. Ah!